polgári magatartás újra előtt kell vennünk, újra meg kell szerveznünk magunkat, újra ott kell lennünk. Ezért szervezte meg Vinnai Győző országgyűlési képviselő a polgári esték sorozatot. Pénteken délután zsúfolásig megtelt az egyik nyíregyházi szálloda étterme. A beszélgetés vendége ifjabban Omniszi Zoltán volt, aki többek között a státustörvény körül kialakult tüntetés sorozatról is beszélt. A tanárok kérdései, felvetései, követelései kapcsán indult tüntetés sorozat, a baloldal sajátjává vált, és ők tematizálják, a baloldali politikusok a tüntetéseket, a tüntetések szlogenjeit, a tüntetések üzeneteit. Ezért kaphatta ezt a nevet a státusztörvény, amelyet kapott, és ezért lehetséges az, hiszen erre már a jelenlegi legnagyobb baloldali formáció vezetője Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök is utalt, mindent megtesznek azért, hogy az Európai Unió vezetése megnehezítse a nemzeti kormány dolgát, tehát várható volt, hogy ezzel kapcsolatban akár egy kötelezettségszegési eljárás is indulhat, holott egyébként az oktatás az szigorúan véve belügy az Európai Unión belül, tehát tagállami hatáskörbe tartozik. Szóba került a rendezvényen az Európai Bizottsággal folytatott vita a költségvetési támogatásokról és azok visszatartásáról. Ebben a kérdésben nem volt túl optimista az előadó. Az Európai Bizottság nem szavaihető, sőt inkább szószegő, és a lengyeleknél ezt megtapasztalhattuk, hogy egy megállapodást követően is előfordulhat olyan helyzet, hogy mégsem folyosítják a megígért összegeket. Ugye Lengyelország vonatkozásában ez 130 milliárd eurót jelent, hazánk tekintetében pedig olyan 40-42 milliárd eurót 7 évre vetítve. Amit nagyon fontos tudni, hogy ez egy 7 éves keretköltségvetés. Tehát az, hogy az első nap nem érkeznek meg úgy a források, hogy még az előző ciklus pénzei érkeznek folyamatosan Magyarországra, ráadásul például az agrár támogatások folyamatosan gond nélkül érkeznek, azt mondhatjuk, hogy baj nincs. Apró technikai kérdésekben van vita, de azt mindenkinek tudnia kell, hogy ha a kormányzat, a gazdaságfejlesztési miniszter példának akár azt mondja, hogy az uniós pénzek nélkül is fenntartható fejlődési pályára állítható a magyar gazdaság, akkor ezt el kell hinnünk, hiszen valóban csak a 4-5%-át teszi ki az uniós források csomagja a bruttó nemzeti össztermékeknek. A rendezvényen foglalkoztak Európa jövőjével is. Az előadó és a hallgatóság véleménye megegyezett abban, hogy az Európai Egyesült Államok helyett az erős nemzetek közösségén alapuló együttműködést tartották előremutatónak a következő évtizedekre.